Itt a Somogyi Tibi annyit mondott, hogy így kezdődött a spanyol inkvizíció. Miről van szó pontosan? Mi történt itt a meccs végén? Gyakorlatilag annyi történt, hogy az ellenfél részéről volt egy brutális belépő, aminél úgy nézett ki, hogy nagyon-nagyon komoly sérülés történik. Valóban én akkor berohantam a pályára, és meglöptem az ellenfél játékosát, de ezek kívül semmi. Tehát itt ütéstől semmi ilyesmiről nem volt szó, amit az ellenfél állít. Egyszerűen utána a dulakodás történt, és végén rendeződött a helyzet. Gyakorlatilag egy 0-ás félidő után próbáltunk egyenlíteni, aztán az ellenfél ennek ellenére még egy gólt sikerült szerezni, és az egész szituáció ez a mi szépítő gólunk után történt. Tehát én sajnálom, hogy így történt, így fejeződött be a mérkőzés, mert ez az egész nem volt benne ebbe a meccsbe. Tehát baráti hangulatú volt amúgy? Nem baráti, de egy jó mérkőzés volt, ahol gyakorlatilag mindenki kipróbálta hozni magából a csapatból a legjobbat, és nem igazán volt jellemző a mérkőzése, még a belemenések sem.